Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Stikeri vagyok, ismét eltelt egy év, úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek, most pedig nézzük meg hónapokra lebontva, mi történt tavaly a játékvilágban. Kezdjük januárral! 2012. januárja főleg a Star Wars The Old Republic című MMO-ról szólt, mely 2011 karácsonyán jelent meg, és már a megjelenés előtt 1 millió előfizető várta, hogy játszhasson. A játékosok az első két hétben 60 millió játékórát töltöttek el az MMO-ban. Az SV-tor még Guinness rekord díjat is nyert, a benne található 200 ezer sornyi hosszúságú párbeszéd miatt. A BioWare sokat taglalta, milyen sok patch és tartalom érkezik majd a játékhoz, pontosabban majdnem minden héten. Az első komolyabb update az 1.1-es verziószámot viselő Rise of the Red Ghouls volt. A BioWare szerint a Red Ghouls mindenki számára világossá tette, mennyire komolyan gondolják a dolgot. Azt is elmondták, hogy olyan volt piacra dobni az SV-tort, mint elefántot balettozni tanítani, és az elemzők becslései szerint az EA közel 500 millió dollárt ölt a fejlesztésekbe. Az EA részvényeinek ára aztán 3%-ot esett, miután másik elemzőnek kétségei támadtak a játék felől. A hangulaton aztán az sem segített, hogy az angol játékpiac 13%-ot, a japán 8%-ot és a game annak ünnepi eladásai miatt 15%-ot zuhant 2011-ben. Aztán jöttek hírek Next Gen konzolokról is, illetve főleg pletykák. Ugye a januárban MCV indította a hype-ot, miszerint a 2012-es E3-on bemutatják majd a PlayStation 4 és az új Xbox konzolt is. A történet jó sokáig kitartott annak ellenére, hogy a két cég tagadta, bármilyen formában is szót ejtenek az új konzoljaikról 2012-ben. Elkezdtek terjedni mindenféle pletykák, például, hogy a következő Xboxnak tabletes alkatrésze is lesz, és 6-szor erősebb lesz a jelenlegi Xbox 360-nál. Az Xbox 720 Blu-ray meghajtóval és használt játékok elleni védelemmel érkezik majd, aztán beszállt a pletyka dömpingbe a Wii U is, amelyre azt mondták, kétszer olyan erős lesz, mint az Xbox 360. Az egyetlen megerősített információ aztán végül a Nintendo-tól jött, miszerint a Wii U karácsony körül kerül a piacra. A Sony a februári Vita megjelenésre készült a nyugati országokban, miközben mindenki feszült mosolyal próbált túl lenni a megjelenésen a Sonynál, Japánban aggasztóan alakultak a Vita eladások. Januárban érkezett egy komolyabb hír is, mely 2012 első felét végig is kísérte, és a THQ komoly gondjairól szólt. A kiadó kivonult a gyerekjáték piacról, és elkezdte szűkíteni a dolgozók körét. A cégnek azzal is számolnia kellett, hogy lekerülhet a New York-i tőzsde a Nasdaq listáról. Ez történt tehát januárban. Menjünk tovább februárra. 2012. februárja a Vita hónapja volt, mely a 2011. decemberi japán debütálás után megjelent Európában és az államokban is. Voltak éjféli partik és az előrendelések is pozitív képet festettek. A Vita erős játék felhozatallal kezdett, és az elemzők 12 millió eladott példányt jósoltak a 2012-es évre. Szépen fogytak a csomagos változatok is, és nagy szenzáció volt a megjelenő Wipeout 2048. A 3G készüléket ugye szöveges üzenetet is fogadhattak. A Nintendo 3DS azonban hamarabb elérte az 5 milliós eladott készülékszámot. A február másik nagyobb híre, hogy bedőlt az angol Game áruházlánc. A kilátástalan helyzet végkifejlete márciusban következett be. Megjelenések szempontjából a február nyugodt volt, de azért jöttek nagy nevek, illetve bukkantak fel megjelenési időpontok is. A Max Payne 3 bekerült a köztudatba a májusi megjelenés bejelentésével. Kapott 3 trailert és rengeteg szóbeszéd kapott szárnyra. A Far Cry 3 is elöntötte a hírodalakat, két új trailerrel és a benne várható dolgokkal kapcsolatban, valamint bejelentették, hogy a játék szeptemberben jelenik meg. A Mass Effect 3 aranyba ment és kiadták a demót. A független játékfejlesztők is szépen mocorogtak, a Double Fine Kickstarter kampánya egy még be nem jelentett kalandjátékára rettentő sikeres volt. A szükséges 400 ezer dollár helyett 3,3 milliót gyűjtöttek össze. MMO részről a Guild Wars 2-i volt a főszerep, melynek bétájára 1 millióan jelentkeztek, ezen kívül az Aion ingyenes modellre váltott.
Tovább folytatottak aztán a következő generációs konzolokról szóló pletykák is, melyek szerint a PlayStation 4 már nem a Cell-t használja majd, hanem AMD technológiára épül. Közben még tovább erősítették a hivatalos hírt, miszerint 2012-ben nem lát napvilágot a következő PlayStation. Februárban felütötte fejét a Durango név, mely a következő Xbox lehetséges kódneve. Egy Crytek alkalmazott gyorsan törölte azt a tweetjét, mely a Durango találkozóról szólt, Londonban. Az egyetlen megerősített következő generációs dolog az Epic által bejelentett Unreal Engine 4 volt. Március. A Game játék áruházlánc halála és újjászületése volt a hónap legnagyobb eseménye. Ian Shepherd vezérigazgató váltig állította, hogy minden jól alakul, és sikeresnek bizonyultak a részvényesekkel való találkozások. Azonban nem tudták megszerezni sajnos a Mass Effect 3-at, a Street Fighter X Tekkent sem, és még ki tudja mit, ami már mindenki számára elővetítette, hogy mi következik. Közel 300 üzletet zártak be, és 2000 ember vesztette el munkáját. A Mass Effect 3 március 6-án jelent meg az államokban, majd 9-én Európában is debütált, és az első 24 órában közel 1 millió példányt adtak el a játékból, és összesen nagyjából 3,5 millió darab kelt el. A vásárlási kedv aztán gyorsan alább hagyott, mert sajnos a rettentő pozitív kritikákat beárnyékolta a játék befejezésével kapcsolatos indulathullám. A BioWare fejet hajtott a vásárlók akarata előtt és megerősítette, hogy új befejezést készítenek a trilógia lezárásához. Az Extended Cut kiegészítő júniusban jelent meg. Jöttek aztán hírek a Halo 4-ről is, a Microsoft a márciust választotta, hogy bejelentse a két nagy nevet, mely karácsony környéken jelenik meg, ez a Halo 4 és a Forza Horizon volt. Bejelentették továbbá, hogy Xbox 360-ra az év során olyan játékokat fognak kiadni, mint többek közt a Steel Battalion, kinek Star Wars, Counter-Strike, Global Offensive, az Xbox Live-os Minecraft és a Fable Heroes. Ezután rögtön következett a GDC, mely a játékfejlesztők konferenciájának rövidítése, ahol a két legnagyobb dolog David Cage kara demója és az EA Medal of Honor Warfighter bejelentése volt. Ezen kívül nyugodtan telt a konferencia, de a Sony azért bejelentette, hogy már 90 millió PSN fiók van, és 10 millió darab Move-ot adtak el. A Portal 2 és a Skyrim nyerte a konferencia díjait. A GDC-t beárnyékolta a hír, hogy Peter Molyneux elhagyja a Lionhead-et, de azt megtudtuk, hogy a Fable biztos kezekben van, valamint Phil Harrison kerül a Microsoft európai stúdiójának vezetői székébe. Még több Next Gen konzol pletyka jött, azt revesgették, hogy az új Xboxnak egyáltalán nem lesz optikai meghajtója. Felmerült az Orbis szócska is, mint lehetséges PlayStation 4 kódnév, és ezzel kapcsolatosan azt is pletykálták, hogy a Sony következő konzolja 2013 végén jöhet. Általánosságban a március elég pörgős hónap volt híre területén. Bejelentették az Assassin's Creed 3-at, Bioshock Infinite-et és a Diablo 3 is megjelenési dátumot kapott. Ezen kívül Ausztrália is végre belépett a 21. századba, és már árusíthatnak 18 pluszos játékokat. Az Xbox 10 éves lett Európában, a PS3 pedig 5. évét taposta. Rob Bowling kilépett az Infinity Ward-ból, és a CBS megvette a Giant Bombot. Ezek voltak tehát a 2012-es első negyedévének hírei. Nem sokára jövünk a következő negyedévvel. Maradjatok továbbra is velünk, sziasztok!